megőrülsz meg, vadúsz anyukám. Hát nem fogod elhinni, hogy kit fog mostan fölhívni az öreg Cilla. Na várjál, tálcázom is. Mutatom. Várjál, kicseng. Szervusz, Csabai Viktor, hallottam a hívásodat. Na pesz, hát meddig leszünk még takába rakva? Első hullám, második hullám, harmadik hullám, hát lassan már tengeri beteg leszek, az anyád úristeni. Jó, hát, Györfi Palikából még hány évad van? Hát most már lassan megyen föl a Netflixre. Sajnos most támadnak a mutánsok is. Hát de mi ez, anyukám? Valami új Marvel film, támadnak a mutánsok. Lepasság. Hát nem érdekel engemet. Na haragudj, de ebédelnem kell. Na, hát hova hízom ma, anyukám? Hát lassan te magad leszel egyedül a kétharmad. Hát sajnos a koronavírus miatt rengeteg pacalt eszem. Hát muszáj tesztelnem, hogy érzem az ízeket. Hát mozogj, anyukám. Nem azt mondtad, hogy szeretel focizni? Igen. Vagy milyen foci ez, hogy így nézel ki? Gombfoci? Tjúb, de pupós, gombfoci. Hát gondolom, te vagyol a kapus. Bálsz a kapuba, azt már ki is töltötted a kaput egyedül. Ottan gólt nem kappol. Vagy adok neked egy jó tanácsot, anyukám. Hát rendelj egy hétre ilyen kis ugribugri Norbi menüt. Nem ér semmit. Csak előtte vegyél ki egy hét szabadságot, ma vécéről nehéz dolgozni menni. Anyukám, egy kakaós ciga, az kész. Már jöhetsz hozzám dolgozni, takába rak, te leszel az új modellem, mint a Mihaly Kenyikő. Azért ugyan diét a drága mulatság. Hát de anyukám, hát nem te mondtad, hogy egy átlag magyarnak 10 millió forint megtakarítása van? Igen. Hát ne haragudj, anyukám, néztem a vagyonnyilatkozatodat, ez szerint neked egy forintot sincs. Hát akkor mondhatjuk, hogy te átlagon aluli vagy. Taka!